Legutóbb az X-Faktor győztesek show utáni karrierjének néztem utána, és a videó meglehetősen népszerű lett. Ezért úgy gondoltam tehát, hogy a megasztáros győztesek sem maradjanak ki a buliból. Már csak azért sem, mert az ő neveiket szinte fejből el tudtam mondani magamban, ami azért már jelent egy kis plusz szerintem. Olyan értelemben is, hogy az ő karrierükről lehet érdemesebb beszélni, mert szinte mindannyian aktívak maradtak a zenei életben a műsor végeztével is. Megasztár első szériáját Tóth Vera nyerte. Róla mostanság folyamatosan azt cikkezik, hogy mennyire lefogyott. És valóban a változás eléggé szembetűnő. Kicsit viszont sajnálatosnak tartom, hogy nem a karrierjén pörögnek ennyire az emberek, hanem inkább a külsején. Igazán nagy slágerre az utóbbi pár évben nem is volt, így sajnos olybá tűnik, hogy Vera egyelőre megmaradt a bulvárcikkek kedvenc lefogyós szereplőjének. Fontos még megemlíteni, hogy az első megasztárban tűnt fel Gáspár Laci is, aki, mint tudjuk, az X-Faktor zsűriének oszlopos tagja már évek óta. Lacinak lehet épp emiatt a tévés szereplés miatt jobban pörög a karrierje, mint a megasztár győztes Verának. A második évadban Caramel győzedelmeskedett, akinek azóta is szépen fut a karrierje, ezt bátran kijelenthetjük. Az Átutazók című friss száma egész tekintélyes nézettséggel bír, de legnépszerűbb dala a műsor óta egyértelműen a Lélekdonor című szám. Caramel tehát a megasztár óta is egy masszív követőtáborral rendelkezik. A harmadik megasztárt Rúzsa Magdi nyerte, aki szintén nagy népszerűségnek örvend a mai napig is. Több videoklipje stabilan hozza a 10 milliós megtekintéseket, legújabb száma az Aduász pedig pár hónap alatt már 3 millió környékén jár. Bátran kijelenthető tehát, hogy Magdi karrierje nem feneklett meg a győzelem után, sőt, köszöni szépen remekül megy neki most is. Kiemelném még, hogy szintén a harmadik évadban tűnt fel Puskás Peti is, aki manapság a Bieberzben énekel, és szintén oszlopos X-Faktor zsűritag. Ehhez jobb lesz, ha hozzászoktok, mert nem ő az utolsó megasztáros a mai videóban, aki az X-Faktor zsűribe bekerült. Negyedik évadot Király Viktor nyerte, aki szintén népes követőtáborral rendelkezik a mai napig. Olyan előadókkal dolgozik együtt, mint Majka, a Füttyös című szám pedig vitán felül óriási siker lett. Bevallom, nekem is nagy kedvencem a tavaly nyár legnagyobb magyar slágere. Azóta is jött ki közös szám a Majkával, Filter címen, ami szintén a felkapott videók között volt megtalálható az utóbbi hetekben. Viktor karrierje sem állt meg a győzelem óta, ez teljesen nyilvánvaló. Ötödik megasztár küzdelmei során Tolvai Renáta került ki győztesen. Ha gonosz lennék, azt mondanám, hogy Reni a megasztár tótandia, ugyanis igazán népszerű slágereket nem gyártott a győzelem óta. Insta profilja viszont pörög, és tisztán látható, hogy nem feltétlen zenei karrierjével hívja fel magára a figyelmet manapság. Reni egyébként angol számokat ad elő, legutóbbi klipje pedig még egy hetes sincs. Szóval megtalálható a zenei életben, de hogy igazán nagy sikereket ér el ott, azt talán túlzás lenne állítani. Hatodik és egyben legutóbbi évadból Radics Gigi került ki győztesen. Gondolom, senkinek sem kell magyaráznom, hogy Gigi karrierje azóta is szépen épül. Igen, már kitalálhatátok, hogy ő a harmadik megasztáros versenyző, aki az X-Faktorban mentorkodik pár éve. Ezzel szemben a YouTube-on azért nem döntöget nézettségi rekordokat, de a folyamatos tévés szereplés révén ügyesen a köztudatban tudott maradni. Most ők lettek volna a megasztár 6 évadának győztesei. Érdekes látni, hogy hányan lettek a versenyzők közül X-Faktor mentorok, annak ellenére is, hogy nem nyerték meg a műsort. Ide sorolható még Tóth Gabi is, aki ugyan szintén nem nyert meg a sztárt, de szépen sikerült felépíteni a karrierjét, és igen, X-Faktor mentor is volt. Konklúziónak tehát annyit tudnék mondani, hogy a megasztár talán több ismert és elismert előadót termelt ki, mint az X-Faktor. Nyilván az is sokat számít, hogy a megasztár volt az első ilyen jellegű tehetségkutató Magyarországon. Minden esetre tanulságos volt a videó elkészítése számomra, és remélem, hogy ti is jól szórakoztatok a végeredmény nézése közben. Nektek ki volt a kedvenc megasztár versenyzőtök? Hagyjatok a kommenteket odalent. Ha tetszett a videó, nyomass egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni, ezzel segítheted a munkámat. Én köszönöm szépen a figyelmet, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Leave that the heart that's go on.